van, aki azért nyílt így, mert értek. Van, aki azért, mert szeretek. Van, aki oda van az autóként. Van, aki azért, mert vezetnek. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az elisztét. Üdvözlöm a kedves nézőket, de a kriádvék az optő társadalmi még Léte Attila. Hát így a kis szünetekbe, azért mégsem maradjunk futam nélkül, meghoztuk a HSFL-nek a Shanghai futamát, ami... Három, kettő, egy, go! Jól lesz. Na, miután Attila a bejelentés, mert ruinedelte elég keményen, akkor odáig, akkor folytatjuk onnan, hogy elégkeztek a Shanghai futammal, HSF egyen részéről, hát egy óráig körülbelül egy óra, 10 percig megint elfognak minket szórakoztatni, remélhetőleg. Aztán pedig jövő héten meg már indul normálisan, mondja most tartanak egy 2-3 hete szünetet, és akkor jövő héten pedig indul már újra, folytatódik a szezon. De jövő héten, vagy illetve még vas... Ja, Attila, péntek nem jó. Most mondom. Délután megyek el. És estig nem leszek késő estig. Szóval majd valamikor, még van itt alsókban egy szívé... Jó van, hát majd mondod, hogy strandoltok-e, vagy nem. Majd van a alsókban egy szívrészünk, Kampani futam még, szintén replayből. Tehát azzal még a héten készültünk, mi azért mégsem maradjunk adás nélkül. És aztán meg jövő héttől pedig már indulnak élesbe a dolgok, tehát tudom, hogy a HSFL részéről, ugyanúgy a Sim Racing Company részéről, ugyanúgy minden másról is, amit nem én közvetítek. Most látod, gyorsan végigszennek a felvezetőkön, addig nézzünk egy rajtrácsról sorrendet. Meglepően lehet, hogy Nándorunk összerakott egy jó időmérőkkel, reméljük, hogy futam is hasonlóképpen zárja végre, nem valami szerencsétlen módon, tehát Nándorunk az első, Elekes második, Ákos harmadik, Tóth Miklós négy, Gál, oppá, ott egy Gál, ötödik helyen, Tartomás 6, Benkő László 7, Orbán Péter 8, Szatmári Szavos 9, Sági Dávid 10, Pécsvári László 11, Tára Dániel 12, Magi Norbert 13, Borbé Roland 14, Szombati Péter 15. Hát 15-en vannak a srácok, bőven elég, amúgy Attilán nem látom a YouTube-on nyomjuk, vagy Twitch-en? Twitch-en nyomjuk, azért mondom, hogy nem látom a YouTube-on, hogy... Aha. Hoppá, Dota 2 bajnokságon meg tud bajnokság. Jaj, miről maradok élni? Már váltunk, osztolni kéne Attila, egy kicsikét lehet. Nem
már mindenesetre most már, amit mostantól írtak a csetre, azt már látni fogom. Mert sajnos ez nem jelent a YouTube, hogy megjegyzett csetet, és akkor vissza tudom nézni, esetleg írtatok már. Na kezdve a srácok felállnak minden téren, és lassan gyulladnak azok a piros lámpácskák. Ott van nagyon gyönyörűen. Na nézzük! Hoppá, Nándorom egy kicsit elugrott, fede a Fülip! Hopp, és be is ragadt. Na hát Nándoromnak a futama ruined, elég keményen. Na viszont előtérbe Ákosom nagyon szépen rajtod, és a háttérbe, és elekes belső ívvel szerzi meg az elsőjét, egyelőre nem fog lesodrolni. A középen elég szép jönnek a srácok, kicsit azért van egy kicsi kontaktus, Orbán jön fel a hatodik helyre, tartomás visszaesik egy pozíciót, Benkő jön az ötödik helyre fel. Szépen eljöttek a többiek, ott a középmezőben még Szabolcs és Sági Dávid a 9. és a 10. helyen volt egy pici csetepaté, hogy a Dávidnak megint problémák adtak a kicsi széles Williams-szel az első kanyarnál, de itt is azért próbálja tartani a pozíciót, védekezési szempontból mindenképpen jeles. Támadási szempontból vannak problémái, de majd kiszöböli ezt a skill-vel. Na nézzük Ákost a harmadik helyen, majd Tóth Miklós előzi megfele, és jobb pozícióban, és fel is jön a második helyre. Mondjuk Ákos innen be tud külsében aláfordulni, és visszaszedni a második helyet, és elég fog tudni zárni. Így neki megvan a másik elekes, nyert nagyon sokat ezzel, mert így feljött az első helyre, azon felül is szép kis, hát egy ilyen 1,5 másodperces előnyben összeszerzett. Miklós egyelőre vissza tud jönni a második helyre, most jön a pici szélárnyék kombináció. Ugye a DRS meg kereszt nincsen, de a szélárnyék az körülbelül pótolja mindkettőt. Hogy Ákosunk a harmadik helyen egyből látszik meg a tempó különbséget, 15 km/h tempó különbséggel. Hát elmegy tempóba keményen, tehát nem kell. De még Miklósom, jaj, de elfékezi. Nem lehet, hoppá, lekesünk. Sokat ivott itt még a hétköznapok alatt. Vagy a kigyorsítás volt rossz, vagy szimplán nem fordította visszafele a kormányt, hanem úgy hagyta. De a lükveltet se találja nagyon szegénykém, szóval ott vannak problémák. Jó, hát ha alkohol probléma, azt megértjük. Tehát azért maradszunk, azért hozzáérünk a melóból. Közben Nándorom jön a boxban, letölti a büntetését, gondolom, a kiugrás miatt, 14. helyen. Hát amilyen, ahogy említettem, hogy Nándornak hát, ha nem lesz szar futama, hát már el se kellett kezdődnie, már ott ellen baszott. Megint Nándor az gatyott. Az neki megint nem jött össze a téma. De legalább első helyen tudott rajtolni, ezt már megértük. Most már csak egy futam, jó futamot kell befejezni, és királyság. Na, Ákosom közben az első helyre ment így, hogy elekes így egy kicsit idegrándulásból jobbra vágta a falnak az autót. És akkor Miklós másik, és Gálunk jött a harmadik, tehát elméletben Miklósunk az egy elég szép. Igen. Meg akarom fogalmazni a Ferrari szendvicset valami szóval. Hát én is ezt mondtam, hogy én is elgondolom, hogy kormánybaj, de aztán az túl relatív, tehát az nem okés. Tehát. De közben, aj, Orbánom! Ajjaj, Orbán! Azt a kutya mindenit, hát azt majdnem elcsapta ott még tartomást, meg Gált. Hú, de berobbant a srác. Hát azon vagy fék nem volt, vagy kihagyott, szerintem kihagyott. Ákosom jön közben a boxba a 12. helyen. Nekem is így, amikor 80-an szalakorlátnak basztam a passzátomat, talán is így volt, hogy kicsit kihagyott az agyam, és ugye fölkaptam, már kanyarban voltam 80-nal. Autópályára jöttem lefele, és a festett csíkon megcsúszott autó. Szerintem nem is most így kihagyott, nem tudom, hogy így elfelejtett, hogy jön egy kibaszott nagy visszafordító kanyar, és szerintem az utolsó 50 méteren nyomott rá a fékre. De az úgy beszállt a tömegbe, szerintem az kanyar töréspontjánál még 200-an volt a öreg. Tehát hát az esélytelen volt, hogy bármi, bárhogy is bevegye, tehát az 50. De közben a középmezőben nagyon szépen együtt vannak a srácok, szeretik a egymás testhőmérsékletét közel tartani magukhoz. Méghozzá ott Sára Dániel 8. helyen bezárólag előtte lévő még 5 autó körülbelül a szép pozícióban van. És itt a szélárnyékokat szépen kapni fogják, ha mindenki kapja mindenki szélárnyékát, tehát nagyon közelség nem fog jönni.
Mindenki szépen kipörgeti azt a dásárra, Dánia 3.45, és berakja a 8. helyen belső Imre, de honnan? Kigyorsítása még jó is, és Pace Ferrit megelőzi. Azt a kutya mindenét, hova berakta neki? Lőken belőle, hogy mi szeretjük. Na nézzük Dávidunkat a 6. helyen. Most egy nem lehetősen nyerő kanyar kombináció érkezik, ez a hosszú jobbos egy ilyen dagadtam tovább, elég nehéz, de nézegeti azt a belső évet, csak hát fordulnia is kéne azért. Én lefolyni egy 10 kilót, amondó vagyok a sokat segíteni a kis Williamson. De azért ott van még Szabolcsunk előtte, aki Benkőt éppen kergeti, belső éve jobb farpofánál támad. Szabolcsunk belső éven gyönyörű volt a féktáv, a kigyorsítás is jó, ami nem rossz, és elé tud zárni, és meg is van neki, akkor megvan a 4. hely. A Benkő még azért visszakacsinthat egy kicsikét, mert jó volt a kanyar kombinációja, sajnos nem fér el, itt nagyon szűk a hely, főleg, hogy ő is Williams-szel van, tehát azért nem lehet itt azért könnyelműen venni itt a kanyarokat. Tehát egyenesben fogható lesz, mert Szabolcs is kapni fog szélányékot tartomásra, tehát inkább itt tartomásnak kell a legjobban a Lukát szorítani, mert hogy ketten is betámadhatják, majd a Szabolcsnak aránylag egyenesen van építve az autója, de mindjárt kiderül. Hát igen, a Benk az jobban fog rá egy kicsit érkezni, mert ott van a 20 km/h különbség, 3.50-nel megy, de ugyanúgy Sági Dávid is 3.50-nel megy, és Szabolcs a ketten érkezett, Szabolcs belsőjét választotta, levét egyelőre a támadást, de tartomásai szépen ráérkeztek. Azért a Williams-ek elég keményen egyenesen vannak építve, azért 3.50-et nem az összes autó megy, az a 3.30-40 inkább, ami itt átlag, ahogy nézte, azért 3.50-et beütni azért, na, ott azért középső szektorban nem lehetnek annyira erősek. Mindenesetre Benköm az kicsit lesodródik, de nézegette ezt a belsővel Szabolcsra szemben, Szabolcs már nem tud menekülni tartomástól, tehát azért Benkőnek meg a csapattársa is figyelni, majd Dávid is érkezik rá. A Benkőnek most nagyon-nagyon oda kell figyelni szorítási szempontból is, vagy támadási szempontból is. Itt előre tekintek, de előre nincs semmi probléma, talán Gál később Miklós meg utol fogja érni, vagyis hát ugye aránylag nem soká. De ez oppa, Pécs várja a 8. helyen ráérkezett Dánielra. És a többiek még hátul vannak, igen. Tehát ez itt Pécsvári nézegett a 8. helyen a belső ívet, de azért elég rendszeres lett volna berakni. Mondjuk az... Szűkességnek nincs határa. Ha nézzük Pécsvárit a 8. helyen, az a Pécsvári aránylag egyenesre építette az autóját. Ott a 3.40, 3.35 inkább, de Sára Dánielnek 37-en megállt az autó, annyira elég volt, hogy ráérkezett. Kicsit előrébb tekintve 6., 5., 4. Szerintem felfej mellett voltak a srácok, de itt azért be kellett rendeződni itt a kanyarra, mert itt nincs hely nagyon. Két Williams, az most ez kicsit hátrányban itt a középső, első és a középső szektorban majd. Ugye a szélárnyék azért a kanyaros szektoroknál hátrány, főleg, hogy ők az egyenesen vannak építve. Mindenesetre Szabolcsot most alá tartomás feltartja, tehát a Williams-ek úgy tudnak maradni. Ki a fele észre? Nem csajít rám, szóval megnyugodhatok. Nem megyedek én olyan mélyre. Hát a két figyelmet most egy kicsit lemaradt itt, hogy említettem a középső szektort. Szabolcsunk a 4. helyen talán most. Jó, aki jobb a kigyorsítása, sokkal jobb, mint a másé. Télárnyéka meg lesz. Most rá lehet tapadni. Ki csapta a szélárnyék, úgy, ahogy írik. Végtávra kell összpontosítani, most nagyon közben az előtérben meg már Gál utolérte Miklóst. Így most Szabolcs belső háttérés történik az előzés. Pécsvári rakta be Sára Dániának az egyenesbe belsőben. Ugyanúgy, ahogy Szabolcs tartomásnak.
és Bécs Feri pedig feljött a hetedik helyre. Dániel egy kicsit meg tudott hátulra, viszont Benkő két autó megy felfej mellett, Szabolcsék és Dávidék is felfej mellett volt a szint az érve, Szabolcs viszont belsőjével meg akarta még azt szerezni a harmadik pozíciont, és sikerül is neki, bent adja belsőjével elézár tartomásnak, és megvan neki, közben az előttében pedig Tóth Miklós előzi Gált a második helyen, ott már volt így helycsére a célegyenesben, valószínűleg is Gál lett az első, Tóth Miklós belsőjében vissza akarja szerezni az első helyet, és meg is van neki egy jó gyorsítással. Közben Szabolcs a harmadik hegyelőre, és megérkeztek a Williams-ek újra a Mercedes-ekre, amíg ők ketten elcsatapatíztak. Mert be van dugulva az óra, a túlvejlőm. Na nézzük, Dávidom most közel van Tamáshoz. Ha itt kap egy kis szírárnyékot, és egyszer az a súly megindul, akkor az megállíthatatlan. Tehát csak egyszer kell beindítani egy jó szírárnyékkal, és annan már viszi a lendület. Nézzük, mint tartomás is kap egy kis szírárnyékot Szabolcs, de ebből dupla előzés is lehet a tempókülönbség miatt. Dávidnak meg lesz a dupla előzése, jó féktávot kell. A két Mercedes azért még bepróbálkozik belsőben, tartomás van a legrosszabb pozícióban a szendvicsbe, de tartomás még megleássága Dávidnak. Szabolcs viszont belsőben vissza tudott jönni elé. Ott egy kicsi erőszakos berakás, tehát ki kell használni a testi adottságokat, és Dávidnak megvan a negyedik hely. Egyelőre még tartomás rámozdult a popsijára, elég közel tartja a Mercedes, és kicsapja a szélhányékból belső ívre. Ha szorosan ott tartja, az még jó lehet. Kicsi kontaktus, ez pont elég volt arra, hogy tartomás berakja, elézár és visszaszerzi a negyedik helyet. Közben Benkő is azért visszaérkezett, kellett neki ez a csetepaté azért. De Tóth Miklós az első, Gál egy kicsit most lemaradt. Ákosunk a 11. helyen, ugye volt egy boxa. Na érkezünk a hátsó egyeneshez. Hoppá, Benkő a 6. helyen kicsit elfékezte a témát. És Sára Dánielre pedig a 7. helyen Pécsvári érkezik. Dani Kánfáz megint megszerezte a 7. helyet, és Pécsvári vissza a szélányékból tempós lesz. De nézzük először Sága Dávidot. Sági Dávidot nem megy ez nekem most. Tar Tamás tempóból megelőzi, így van. Tamások viszont visszajön féktávból. Gyönyörű rövid féktávot vesz és elézel. Nézzük Pécsváriékat. Pécsvári nem tudta megelőzni Danit az egyenesbe. Mondjuk szerintem azért, mert Dani kapott irányékot Benkőtől. Összeg azért. A Pécsvári az gyorsabb az egyenesbe. Hoppá, Dávid egy kicsit ezt elrontotta ezt a kanyar, első kanyar, és Benkő jön az 5. helyen. Kezdve Dani meg Pécsvári László is megérkezett. 8.-9. helyen rájuk. Két Williams felfelé mellett halad Benki a jobb pozíció a belső ív egyelőre. Féktávon sok minden múlik még így is, de szorosan veszi a kanyag. Dávid az úgy esőt múlik, ott már az a gumi az már nem a legjobb állapotban lehet. Aha. Hát az jó, az is odrodott ki. Hoppá, Pécsvárit rakta a külső íven Orbán bekeményen, és már Danit is tolja lefele az a pályáról. Orbán nézze ezt a belsőjével, de azért nincs az annyira messze mondjuk, de azért Dani még külső íven vissza tud jönni. Nézzük Orbánnak, milyen az opció az egyenesbe. Pécsvári, kicsit Dani elállta az útját Orbánnak, rosszul a kigyorsítás, és Pécsvári egyből megérkezett rá, de Orbáné lesz a jobb pozíció, mert szélányékot lopja közben Danitól, haszomat, hogy nem tudok beszélni. 3.40 körülbelül a vége Orbánnak, hát az egy közepes kategória most a mezőnben, és Pécsvári viszont alá fordulva egész jó kigyorsításra, ott van mellette, de most Orbáné még mindig a jobb pozíció, mellé tud zárni bőven. Így van, nézzük Pécsvári viszont, Pécsvári aki volt a kigyorsítása, pici szélárnyékkal,
nem tud mit kezdeni, mert egyszer kijön Széllányinkba, egyből elassul az autója. Na nézzük közben Szabolcsot a harmadik helyen, meg Gált meg utolérte. Miklós az elég szépen ellógott. Szabolcs most mehet Gára. Ez engem zaklatt a Facebookon. Tehát Orbán most egyen 8. helyre feljött, és megy Danika után, aztán Szabolcs nem még valamelyik elég közel van Gál, tehát Miklós az meg úgy ellógott, mint a többi. Hát Szabolcsot nézzük a harmadik helyen, meg Gált azt még meg tudja fingatni itt a hátsó egyenletben úgy van. Jó kigyorsítással, ami Gálnak jobb volt. Hú, de ellógott Gál a kigyorsításnál. A Széllányok ott kapja az annyira szerint, hogy ezt a hátrányt visszahozza. Azért nézni azt a belső évet, mondjuk merész lett volna berakni, de így, hogy Gál elfékezi, mert túlszámolta magát Szabolcs, hogy bőven megvan a második hely. Na nézzük, hogy Borbán ráérkezett Dánielra, de Pécsvár is még azért közel van. Orbán kicsapja Széllányékból, belső évet választja, a szorosan tartja, meg lehet még nekik, de Pécsvár is megérkezik, opp, egy kicsit megtolta Orbán, de Pécsvár így is megelőzi, és Dani az két pozíciót is tudik. Danikát beregtelték ketten és az első kanyarba, hát ez megesik le. Közben Gál azért még nem adta fel Szabolcsot, hanem nincs az annyira össze tőle. Kommunikálok itt máshol is. Na nézzük Sága Dávidot a hatodik helyen Széllányiból kicsapva Benkőt előző éppen. Gyorsabb egy kicsit az egyenesbe, de Benkő visszajön majd egy pici Széllányékkal. Így van, féktáv sokkal fog múlni, Dávidé jobb a féktáv, és nem is fékezte annyira. A háttérben pedig Pécsvár is rájékezett Dánielra, de nem tudta megelőzni. Hoppá, Benkő az egy box. Kicsit rosszul vette be a boss kanyart is, ott bukott egy 8 tizedet legalább. Elekes az az elején, már igen, Bagiról maradtunk le. Nándorunk a tizedik helyen, hoppá! De Földi Ákossal. Arálag együtt. Na nézzük Pécsvár itt közben a nyolcadik helyen. Mert Danika nagyon rajta és hátsó egyenesbe támadható lesz. Akivel tartomás érkezik, majd Gára még húzga, hoppá! A Pécsvári közelebb van. Hát kipörgeti azt a 3.35-et, de Daniels kb. Annyit megy Széllányok nélkül. Na Tamásunk van Erika Jan. Mit tud kezdeni Gálla?
Mi ez a vízebót Attilán? Hogy lesz a tudod, hogy keresztül szóval YouTube-ra? Bár ez, hát nem is volt. Elég már rész volna, most felcsapnád az egész utamot így hirtelen. Na, Szabolcs egész szépen szárnyakra kapott a második el, mérkezik Kópiklóson, ha szépen lesz szöcskel. De milyen kis húzott, hogy még két másodperces hátránynál is azért követi, még most hátra kap egy kis szélárnyékot. Mondjuk nem kizárt, én már mindent kinézek ebből ilyen erős szélárnyéknál. Orbán kezdve a hatodik helyen, ha érkezik Dávidba is majd. Hoppá, Nándor közben a kilencedik helyen Ákos megelőzte. Feljött a nyolcadik helyre. Na, kezdem Miklós volt a boxba. 9. helyre jön vissza. Lesz az 10 is. Így van, 10. helyre. De Szabolcs most az első meg át, azt megelőzte, ugye? Ugye nem is tudom, vissza fog tudni támadni. Hát ilyen az Orbán. Ha ide idegesítő bedugó az orrom, gyerekek, ez minden választott. Egy botot. Nem, az menekül a boxba. Mondjuk, ha én mögöttem is ilyen szél, visszapök, bepillantanék a tükörbe, és valami a széles dolog követne, én is menekülnék a dolgok. Eltakarja az összes tükröt körülbelül. Hát de kajak, tehát menj abba a kamera nézetbe, amikor tudod forgatni a kocsit között, körül, tudod, meg közelítni minden faszat. És ott van Orbán, meg ott van egy Williams. És Orbánban kell valami anorexiás cingár az körülbelül, úgy néz ki körülbelül a Williamshez képest. Csak már csak kettő között így hátul legyen olyan, mint mit tudom én. Hátsó nézet, be mit tudom én, mint amikor hátsó nézben mennek az autóval. És hogy ott van Orbán, meg ott van egy Williams. Hát nézd meg, ott van Orbán a szélárnyékban, nem tud szélárnyékból kijönni, mert nem fér el. Pedig ott a... milyen széles a beton. De azért most is berakja nagy nehezen belsőjével, de hát Dávidnak le kellett, hogy sodródjon. Másképp nem fér el. Na, Dávid az boxol, na. Boxkanyar. Hát le kellett vágni egy kicsikét a boxba, mert elég kanyar, de megbocsátjuk a körülmények miatt. Szabolcs is bent van a boxba, hoppá. Lándorunk is jön a boxba.
Ja igen, amíg nem dugult be az óra, mondani akartam a Orbánnak minden politikai befolyás elugrott, hogy ne aggódj Orbán, minden hónapban, sőt, hát ha rajtad múlik hetedbe is, lehet kérvényt benyújtani, úgymond, hogy a törvénybe változtatások jöjjenek létre, tehát mindig lehet újfajta befolyásokat szerezni, csak kicsit meg kell borrálni ott a paragrafusoknál a dolgokat. Egy-két bejegyzésnél pár szót, aztán mennyiből sokat fog jelenteni, hidd el nekem. Aztán különféle területekről lehet megint a többieket támadni. De meg kell teremteni a körülményeket. Támadható. Elő a gumilövedéket! Aztán nem sztrájkolsz senki. Tehát azért mondom, meg kell teremteni a külön paragrafusoknál megint azt a lehetőséget, hogy sarokba lehessen szorítani a népet. Aztán megint lehet... Azt is... Jó, hát... Minden, mindig lesz ott más értettet. Nem arról van szó. Pécsvár és Tóth, aha. Meg ott lesz Dávid is. A hatodik helyen. És érkezik rájuk elég keményen. Ha még csak a patézzak, hogy talán Benkő is. Teljesen próbál Dávid más híveket autózni, hogy direkt vagy véletlen, nem tudom. De remélem, hogy direkt. Akkor jól csinálja. Na, jó kigyorsítás, ott van. Miklósnak már rakja is befele. Belső íven, nagyon gyönyörű rövid féktával kifékezi Tóth Miklós. Friss gumival azon a Dávidon szerintem. De Miklóson is, arra ellen. És most Dávid annyi mondja, hogy Pécsváritól kap egy kis szélárnyékot, hogy Miklós nem tud visszatámadni. És még ebben Pécsvár is meg lesz 3.50 tempóval. Nagyon ára. A Pécsvár még be akar nézni belső íven, és mivel Dávid elfékezi, nem. Gyorsításra még ott volt Dávid. Megszerzi a negyedik helyet. Két előzés egy szektorba. Orbán jön ki a boxból közben a 8. helyre. Ez Bákos pedig előzi Danit. Delegette inkább úgy mondom. Megkezd a Pécsvári még Dávidon rajta a negyedik helyen. Úgy volt, én ezután megyek egy ilyen kártyaparti feelinges összejövetelre. Olyan mocskos, hogy elfáradtam már, hogy lehet ebből szundi lesz. Milyen fölkészítettem magam, azért nem egy kommentáltunk, mert bealudtam a faszgot. Hoppá, gálunk a 7. helyen! Egy pici rossz kigyorsítás, és egyből megtörténik a baj. Hát ez rip elég keményen. Szabó, hogy egy, na, hát a két Mercedes vezeti a verseny most egyelőre. Dávidunk ott van a harmadik, Pécsvári, Tóth, Benkő, Orbán, Ákos.
áll mögötte szorosan. Aztán jön egy Danika, Nándorunk 11. sorának közelül. Hopp, ott a gál megint kicsúszik. És valószínűleg megint kigyorsítás miatt. Áj, de szép kapkodja a fejét. Tehát, hogy ott kapkodta meg. Ott van! Nem, már kigyorsításra csúszik meg mindig. Ilyenkor rakni kell egy kis kipörgés gátlót, ha szégyen, ha nem. És annyi. És akkor nem fog így kicsúszni. Meggondolva, hogy nézem, TC nélkül megy. De Gál az még nem buddogzva. Hát jó, ez a cím. Szerintem majd nem egyszer volt már buszba. Biztos egyszer volt már. Az elején biztos volt, mert azt hiszem, ja, az elején ő is volt. Mindenesetre ez így el lett így rontva, ez a három kicsúszása, és még lehet több is lesz. De az mégis Rapkosné mindig elsőbe gyorsít ki, nem hogy följebb kapcsolva. Nem, de Gál sem egy nagy TC-vel, mert nem hallom a kipörgésgátlónak a hangját, meg... hogy mondjam... Hát látszik a vezetési stílus, hogy nem megy nagyon TC-vel. Ha megy is, akkor nagyon alacsonyja. Na nézzük közben Dávidot a harmadik helyen, hogy tartomáson ráérkezett. Ez a középső szektor az égkezünk, ami nem az előnye Dávidunknak. Irányék miatt, meg más miatt. De szépen követi. Ahhoz képest, és még kigyorsítása is jobb. Itt már szélányiból kicsapja, az itt tartomás kicsit próbáltak középre vinni az autóját, hogy minél kevesebb helyet hagyjon neki, de így is még kifékezi. Dávid, nem először előz már ebbe a kanyarból futam során, tehát nagyon jól megy neki a féktáv. Viszont most, hogy Tamásom mit tud kezdeni szélányékkal, hát egyelőre még megvan, de itt már Szilányék nélkül már veszít a tempóból, de egy jó fék táv, közel tartja Dávidhoz, nem akar neki nagyon helyet hagyni, és megvan neki egyelőre, így de szorítja lefele tartomást, de szép volt nagyon, azért vigyázott Dávid, de mégis azért szűkítette ott a szituációt elég keményen, viszont Dávid most megérkezik tempóból. Na ezt az első kanyar, tartomás vette a kanyar befelé, és egy kicsit megkocolt a Sági Dávidot. És visszajön alá fordulva egyelőre, így van. Alá, nem tud elézárni, és Dávid berakja belsőjébe, de nem elég. Egyelőre még nem elég. Körülbelül most vagyunk fél időnél, fél távnál. Dávid azért kukucskál ott a háttérben. Hátsó egyenesben már lehet előzni.
Úgy van, már kapja a szélárnyékot, bőven. Ez meg lesz tempóból. Kérdés az, hogy Tamásunk, milyen fény, jöjjön nagyon. Annyira nem volt vészes féktáv. Amúgy. És honnan beesett a gyerek? Na, szé... Hopp, Dávid, ott még külső íven az utolsó kanyar, nem a legjobb, és közben nem volt kontaktus, az volt a nagyon szép benne. És Dávid körbeautózta tartomást, sikerült jobb kigyorsítást venni, hogy a tartomás egy kicsit elfékezte a visszafordítót. Ott egy pici kocs, egy nagyobb kocs. Tartomás. Tartomás az, az nagyon agresszívan veszte az első kanyar, tehát ő berántja be első ívre, ha van ott valaki, ha nincs. És ezt csinálta az előző körbe is, és most a többnyire többszörös kontaktus miatt egy kicsit tartomás megcsúszott, de visszakapta úgymond ezzel az első kanyarjába vett agresszív pofont. És már közelben nincs, hogy jó. Hát, azért messze várnék. Ez is támadási pozícióba. Hamarabban Benke László a 8. helyen. Szerintem. Vaskola a szituáció. Talán egy kicsit közelebb volt. Hát csak Benke azt szerint a Szilányiból rá fog tudni jönni valamennyire. Ilyen távolságból nem tudom mennyi Szilányékot kap. Nem tudom, Pécsvágyban fogja fogni tart. Még távoknál érkezik rá. Hát jó. Na figyelj, most szélágyúlok. A Szilányiból mindig egy kicsit érkezni fog rá, a nagyon pécsvári. Szépen ráesett most, és szépen alá is fordult. Elég lesz arra, hogy talán a következő kanyarban már tudjon támadni. Különbség szerint egy kicsit lemarad. Itt valahol meg felhozza, tehát változó nagyon. Hát, ha átcsönyesbe ezt a távolságot meg tudja tartani, akkor már lehet valami. Itt a kigyorsításra kell ügyelni, ami nem rossz. Nem rossz, szélárnyékhoz hozza. A szélárnyékból hozni fogja felfele középtávra. Itt már végtávnál nem lesz elég a tempója, de féktáv, nem ugyanúgy fékeznek körülbelül.
középtávig hozza a szélárnyék, aztán a tartomás felgyorsul. Hogy Lander is hozza felfele, amikor most nem szokta. Milyen látszik is. Mi volt, milyen volt a valóságban, és egy Mercedes törődnének lefele. Nem így volt, hogy... Bottas. Lejjük Nándort a 9. helyen. Rájegyezett Miklósra. Csó, igen, előző talál. Vagy a szélárnyék találdolt előző. Hát ez bőven meg lesz. Jó van, hogy a tempel kicsit összeérnek, féktáv az nem lesz jó Nándornak, már innen láttam, hogy elfékezik. És Miklós vissza fog tudni érni. Na kérdezve Pécs várja akkor, 4. helyen. Mindig küzd a másunkkal. Kérdési szektor az érünk, hogy megint nem a legjobb szempontjából. Aha, Orbán érkezett meg Pécsvárira inkább. Belapuszolni még itt a dolgokba. Jobb volt a gyorsítása. Felfelé mehet a két autó. Hát Orbán talán egy kicsit gyorsabb. Igen, de egy nagyon hangja fasznyit. Orbán viszont a belső ív. Megvan neki, szerintem. Így van, megvan. Hát, nem. Megvan Orbánok, megvan. Megjön a 4. helyre, és akkor Tamás most ez egy kicsit ellógott, de tud utána menni már. Mert nem azt mondtad, hogy 1 óra 10 perc? Hát... Így van, plusz gondolom az intrók, meg amik tököltünk, azért megy már 49 percet. 43. Milyen ez Attila, milyen ez? Nagyon jót fogok ezután aludni, szerintem a srácok meg kiresznek akadva, hogy hol a fenébe vagyok. Na, közben Orbán a Tamásunkat megelőz, de Tamás még azért vissza akar kacsintani itt belső íven. Így van. Most néztem vissza, de a közvetítésre szépen belülről megelőzte. Ja, Alonso? Hát várató volt amúgy, mert szegénykének annyi sikere volt, mint nekem a WC-n sokszor. Tehát sem ennyi. Körülbelül... Ja, de elvamúgy, csak mondtam. Azt... Szóval, hát másik autósportban, tehát akár az Indi, akár
akármiben körülbelül az, hogy nem tudom, sikereket el tud érni, mint a Forma 1-be, de azt egyből kijelentette, hogyha javulni fog a McLaren, vagy tök mindig melyik csapatba kap besorolást, akkor vissza fog jönni. Tehát ilyen masszás feelingben nyomadhatja majd, hogy visszatér nem soká, de aztán ki tudja, hogyha megízleli talán a győzelmet, meg egy értelmes technikát a seggi alatt, akkor lehet, hogy már ugye elmegy a szenvedély a Forma 1-től. Én csodálkozok rajta, hogy eddig kitartottam úgy relatív, aránylag pozitív gondolkodással, tehát nem volt az a húval baszott úgymond, hogy fogalmazunk így, legtöbbször, hanem azért mindig azért pozitívan gondolkodott, csak aztán rájött, hogy hát itt nem jutok egyről a kettőre, szóval mehetünk máshol. Tehát egyből már kezd el a készülődés másik autó portákban, mert már nyomatja azokat is, hogy akár az indítasszamon fog készülni leghamarabb, már akár egy hónap, vagy valahogy így, már ott kezdtem, most olvastam. Hát a lényeg az, hogy csíptem Alonsót, kár, hogy elmegy, de hogy mondjam, tehát azért minden tisztában vagyunk, valahogy sok vizet nem kavart. Szóval nem fogja úgy költözvágni a Forma 1-et, hogy most ő elmegy. Max a szurkolókat, de hát ugyanúgy követhetik, mert maga az autósportból nem lép ki, tehát ugyanúgy lehet Alonso rajongó továbbra is, mert indulni fog csak máshoz tenni. Ahol még nagyobb esélye is van a sikerekre úgy. Aztán majd látjuk, hogy később visszatér-e. Tudja? Az mi kommentál? Aha. Hát én, amin ez ilyen kilépős, belépős téma, én, amit kiakadtam, az massza volt. Tehát én ott... Na közben Andorunk szombat itt körözi lefele. Ja. Közben Dáni meg a negyedik helyen elfékezte kicsit a visszafordított, és Szabolcs visszafordított némi a harmadik helyre. Ákos a második helyen megint a boxba. És Nándor is követi. Na, tehát az ilyen... Várj, pillanat. Vagyok. Ott töröltem az orrocskámat. Szerintem aztán nagyon kivoltam, amikor visszavonult, értem, brazil lányi, minden, nagy, masszai pálya, mit tudom én, brazil lányok, minden, és visszavonult, értem, és ott a zászlóban megy végig a céljesen, minden hatalmas dráma, minden, egy szappanoperába elmehetne. És de kurva jó volt, tehát az egy kiváló búcsúztató volt. Jobb, mint egy legény búcsú. Na jó, annál nem jobb. Főleg, ha beröntöljük a kellő anyagot, de... És akkor nyom egy ilyet, hogy... Hát srácok, azért jó volt a búcsúztató, minden hatalmas dráma. Elsírtam magam háromszor, meg plusz egyszer.
meg kicsit felcsúcsosodott ott középen, itt a nagy búcsúra, de hát azért visszajövök jó, tehát így tudok már Williams-nak a srácok, azért már csak vissza kéne jönnöm, és így atom nagy búcsú, mindenki sírt, és így elmegy massza örökre minden, és így beprankelte őket keménye, átbaszta az egészet, és akkor visszajött az meg egy év múlva, hogy az is. Én már szimplán hát pilótanék is voltak, mondjuk azért szerintem meg tudták volna oldani, ha nem lett volna masztasé, hogy odaütessenek valakit, azért van ott bőven ilyen tehetséges kis ifjoncka, ki megy három kört a pályán, aztán több olyan időt megy, mint massza, csak hogy akármelyik Forma 1-es hasonló köridőkkel, hogy akár itt a HSF1-be is beültetnének valakit, érted, ugyanazt vagyunk. De minden esetre, hogy szerintem azt mondjuk is meg tudták volna oldani, a lényeg az, hogy én a massz helyébe lettem volna, én már elfből körülbelül. Mert lóvé van, tehát lóvét az már van annyi pénz, hogy az elérdegél formány nélkül is, mert hát van másik széria is, ha úgy van. De én már elfből nem mentem volna vissza, hogyha egy ekkora búcsúztatót kapok, mindenki nagyon sírja magát. És hatalmas. Tehát úgy, ahogy Tóth is mindjárt berakja szűken Nándorra. Ott is hatalmas érzelmek fognak fölrobbanni. Úgy, ahogy Masszáiknál is történt. Mert szimplán ebből bakker nem mennék vissza. Tehát az egy nonsens. A minek volt ez a nagy hepajkodás az elmenet elején. De ezt mondom, hogy Basszának már annyi lóvéja van, hogy most egy szponzor mondját, persze, hogyha nem versenyzik, akkor elveszíti a szponzort, az maga a csapat a szponzorája. Van az, hogy külön Basszát is, de hát az akkor is a verseny, az az, hogy ott tud mindig nézni a tévét, mert néha rák kattint egy-két chipsre, azért nem fogja szponzorálni. De független attól, de az évek során azért szerintem összegyűjtögetett, Csak csinálsz, hogy megtakarítást, érted, valami célja, nem? Akkor szólod neki, hogy csináljuk egy megtakarítást, neki, ha nincs pénze. De hát biztos, hogy van pénze, annyi azért szerintem, és már, hogy elidegéljen meg a kis gyereknek is a versenyeztetésére, stb. Tehát építeni a jövőjét. Aztán ugyanúgy a gyerek hozta volna a lovét, hogy most Dávid is előzi Tóthikost. Látják, hogy a gyereke így előzi mondjuk Miklóst, akkor egyből kapja a szponzorokat a gyerek is. Az abból jön be a lóvé, akkor érted. Tehát az is van, hogy teljesen ez egy jogszabály, gyerekek, ezt most elmondom nektek. Tehát a szülők vagytok, stb. Akkor érdemes figyelni, hogy és segíteni kell a gyerekünket, mert hogy amint ott még most berakja belőle Dánielnek, aki nem tudja abba szorítani a jobb parkofáját, de még itt azért visszanéz belsőjébe, és Miklós meg visszajön. Tehát... Igen. Hát én a mondó vagyok, hogyha van benne potenciál, hozzá nyugodtan. De szerintem van benne potenciál, mert nyerni a futamokat. Hát igen, tehát... Én ha balfasz volna, én akkor azért, mert csak Schumi fiai nem hoznám be, de ha van benne potenciál, akkor miért ne? Tehát egy fiatal versenyző, akkor van potenciál, és talán az apja nyomdokövet tud lépni, kicsit betréningelni, mint a Petet, aztán beállítani a csapathoz, akkor nyomja a lecsi. De ahogy egyszer-kétszer, mondjuk nem követem én az éneket, de Dávid mindjárt, ajj Szombati meg útban, ez ide rossz elé húzódik Szombati, de Dávid, Daniel meg úgy megoldja így is. Belső éve Danikám kifékezi Miklósunkat, és visszaszerzi a 9. helyet. Szóval, na,
Igen, a kicsi Csubi van benne potenciál, függetlenül attól, hogy kinek a fia. De Miklósunk közben Dániát meg, ahogy de Dániát kirántott a külségbe gyorsan, hogy jó legyen a kanyaríve. Nem tudom, miről beszélek, Nándorom, mert én arról vagy, azt hallanak amúgy téged, Attila? Na, tehát Attila, amit fangat a kérdésekkel, amúgy, mit gondolok a Sumiról, mit gondolok Masszáról, mert mit gondolok az átlag magyarországi péniszméretről, tehát mindenről kérdett Attilám, és akkor válaszolok, próbálok válaszolni mindenre. Most az utolsó kérdés az az volt, hogy mit gondolok, hogy Sumit mindenáron be akarják, a kicsi Sumit be akarják hozni Forma 1-be, ugye. És hogy itt van az, hogy hozzák, ha van benne potenciál, de szerintem anélk is be fogják hozni, már csak a név miatt. És szponzorok azt meg szeretik, tehát én ott lennék, akkor akkor csak, ha van benne potenciál, akkor nem, de szerintem itt most erről szó sincs, hanem mindenképpen be akarják hozni, ha faltó falig megy, ha nem. Na nézzük közben Dániát a 10. helyen, Tóth Miklóssal szemben, de szerintem a kicsisokban van potenciál, amúgy, tehát azért ott van a mostani futamokon is, amiben elsérzik. Akkor ez utolsó 7 körben valamíg itt a pénisz méretekről elbeszélgettünk. És Miklósunk a 10. helyen éppen Danikát fűzi külső ívről. De Danika nagyon szorosan tartja, nem akarja, hogy berakják neki belső íven. Hoppá, Miklósom az meg kicsúszott. Ott elkapcsoltam. Gyerek látom a közvetítésben, úgyis. De szerintem kigyorsítás volt. Így van, kigyorsítás. És egy utolsó kérdés. Mit szólsz hozzá, hogy a Nutella gumiószert fog gyártani? Nutella? Nutella? Ez most kajak? Na hát akkor csak, hogy a kedves nézők is hallják. Kedves nézők is hallják. De ez létező kérdés? Értem. Tehát itt Attila ismét a egész széles körű tudásomra kíváncsi. Következő kérdésre. Mit szólok ahhoz, hogy a Nutella gumiószert fog csinálni? Hát őszintén vagyok, itt a kedves nézőknek mondom, akik utólag már visszanézik YouTube-on is, hogy meglepődve, de mégis boldogan állok ehhez a kérdéshez. Mert hogy első meglepő. Tudja a rák, tudta volna a rák, hogy a Nutella ilyenekre képes. Egy, kettő. De mégis van valami, hogy mondjam, mögötte. Egy potenciál, egy lehetőség. Gondolj bele, mennyi mindenki szereti a Nutellát. Sajnos oda jutott a világ, amit nagyon sajnálok, hogy orálisan sajnos sok lány csak off-szerra csinálja. Ez egy rágalom. Tehát ez, tehát ha valaki csak ószerral orálisan, az szentségtörés. Tehát olyan nem létezik. Ilyenkor jön szerintem a Nutellának, ilyenkor kapta az ötletet, hogy na srácok, itt a lehetőség. Itt van egy téma, amivel pénzt lehet keresni, amit meg kell fogni. És hát akkor ugye jön a Nutella, onnan a Nutella ízesítési óvszer, és megvan a célpiac. Sajnos oda jutott a világ, tehát amikor én is úgy volt, hogy meghallottuk, az egyik ismerősük fenn van, egyből rákerestünk a rosszlányok.hu-n, és sajnos, amikor oda néztük, hogy ki mit csinál, hát rengetegen ott volt ugye franciásan orális, ami azt jelent, hogy ószer van. Tehát ez meghökkentő volt számomra, mint aki, és Szüzen, nem új Szüzen, hanem idézőben először járok a rosszlányok.hu-n, és ilyen információ bombázzák a szememet, hogy franciásan.
Na de, innen kaphatta szerintem a Nutella is az ötletet az egyik olyan főső irodába ülő kis egyér, hogy bakker. Fölnézett szerintem ők is a rossz lányok pont ura, fölnézett, hogy milyen szolgáltatások vannak, és csak azt látja, hogy francia, 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 francia. És hát, hogy ez szentségtől is. Mondjad Attilát! Egészségére! Ez a BenQ volt a boxba. Szóval mindennek megvan a maga háttere és maga lehetőségei. Egyik volt melóhelyemen, ahol dolgoztam, a takarító nő egy, hát nem tudom, valami tanult, valami ilyen szépségápolási téren műtben, és akkor az egyik szakdolgozata az volt, hogy találja ki valami új terméket, de úgy, hogy forgalmazható legyen, megkapja rá az engedélyt, mindent, tehát normál csak ki kellett találni, és így azt a terméket, ami már létezik is, hogy kenőcsöt, amivel bekenedmétik a lábad, vagy bármidet, és kihullatja a szőrödet. Tehát mit tudom, a lányoknak a lábra mondjuk szőr, tehát nem kell azt a gépet, azt a szőrtelenítő gépet, meg minden, ami szét vangosa, meg minden húzza, minden, nem csak bekened. Tudom. Hát például van más neve is. Mondjuk Gálek most Borbénak rakja, mert belső éve 9. helyen amúgy. Leszedi ott a szőrzetet nála, és egy kicsit összeélnek. Tehát mondjuk Borbén még külsőben vissza fog nézni. Ajj, ott a picikot! De Gál megfogta. Jaj, nem fogta meg! Elveszítette az irányítást. Gálunk. De elég nagyon szépen megfogta a Gálnak, mondjuk ott teljesen érkezett rá, hogy volt egy pici kóc, ott volt egy kis ellenkormányzás, amikor megfogta. De ráérkezett arra rázok utáni zöld részre, ami nem műfű, csak az a zöld rész, ott ugye megemelni egy kicsit az autót, mert lehet látni, hogy kigyorsítanak a többiek, azért rámegy a zöld részre, ott van egy luk, azon átérnek, és megdobja az autót. Ott ő is átvett, és ott veszítette tényleges az irányítást, meg hogy aztán azóta is problémái vannak ki a kigyorsítás, és még az is közrejátszott, hogy a pont kigyorsításkor történt, az már csak egy plusz adalék. Kál, esélytelen. Sosem. Nem. Tudjegyőzöm. Nem, ez korbaj. Vagy látsz, itt a oszcillobosoknál látszik, hogy ebből egy tűzött. Mert Gál az, amióta csak tudom, azóta korbályos. Nem. Szerintem az Gál az kormány. Napécsvári Ákoson, 5. hely. Dávid is közel van Szabolcshoz mondjuk a 2. helyen. Megnézzük. Igen, Dávid az hamarabb. Rá fog érkezni Szabolcs, és az első kanyarban már rakta befele neki belső ívet, de Szabolcs meg az útját állta. Félárnyékkal itt már rá fog érkezni, hogy támadás a pozícióban nem fog kerülni, de hátsó egyenesben meg fogja tudni fogni. De még 2 kör van hátra. Nézem még, hogy nem Pécsvári, az már lemaradt Ákostól. Mondjuk Ákos olyan rosszul vette a kanyart, egyből visszaérkezett rá. De Dávid ott most
érdemesen nézni most a hátsó gyövesre. Innen már kapja a szélárnyékot. Úta nagy tempó különbség. Még Szabos mondjuk, majd tudtam, hogy vissza fog nézni, és nem is rossz a féktáv. Kicsit kiszorítja Dávidot, megcsúszik ki gyorsításra ott a füves részen. Nem hagyott helyet nagyobb Dávidnak. És most kezdték meg az utolsó kört, azt hiszem. 42 körös volt. És Fári meg most beérkezett Ákosra, így van, de most érkezett meg Ákosra. Az ötödik helyen. Dávid egy kicsit le van maradva. Már is szebb vissza fog tudni jönni. Na nézzük Pécsvárit. Utolsó kör elméletbe. Hát hátsőjesben talán tud valamit kezdeni, de addig semmi. Mondjuk ez a távolság meg kicsit nagy. Ezzel még faragni kéne. De itt meg Ágos nagyon elhúzott azt a gyorsítás a Pécsvárra. Meg spórolóssal is megy. Alacsony fordulatokon... Na. Alacsony fordulatokon vált fel, szóval azonban van offos. Többiek távol vannak egymástól, szóval nézhetjük Szabolcsot. Elméletileg most... Azt mondom, hát... Hogy utolsó kör! Szabos megnyerte a kínai nagydíjat, Dávid Orbán mögötte, Ákosunk negyedik, Pécsvári öt, Gándor hatodik helyet csöppel hozta, Sára Dániel hét, jaj, de az bedugott óra. Tóth Miklós 8, Benkő László 9, Borbély Roland 10, Gálunk 11 lett. A Gál az nagyon, nagyon, az egénkül nagyon, nagyon szenvedős volt szerintem ez a futam neki. Dombati Péter 12 és Tartomás 13, többiek pedig kiesők, vagy Tamás is kiesett, nem tudom. Egész szép futamot összehoztak a srácok, szerencsére azért kevés kieső, voltak is tele csatával, mert betöltöttük ezt a 42 kört. Reméljük a szezon folytató futam is hasonló lesz, amit jövő héten tartanak meg. Ja. Így van, ott vannak a képe, jön az eredmények. És ott a csapat. A Dávid vezeti a bajnokságot amúgy. Tehát már és Szabolcs előtt, de nagyon szűk a két pontos különbségek vannak. És ugye a Mercedes a Williams előtt vezeti a bajnokságot egy 18 ponttal. Ja. Force India a harmadik. Két pont különbség van Orbán Péter és Szatmár és Szabolcs között a másik és a harmadik helyen. Az mondjuk elég szoros. Na srácok, akkor ezzel vége a futamnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok itt ma este. A héten, hát majd látjuk, Team Racing Company lesz-e vagy nem. Azt majd még elválik, hogy vasárnap hogy érünk rá. Aztán további kellemes estét kívánok, én megyek, iszok valamit, aztán jók legyetek, sziasztok!